A felvétel 1929-ben készült, és egy erdélyi származású feltaláló helikopterének felszállási próbálkozását mutatja. Sokan Asbuth Oszkárt tekintik a helikopter feltalálójának. A szakemberek egy része másképpen látja, sőt, abban sem tud megegyezni, hogy ki találta fel a helikoptert. Az első világháborút lezáró békeszerződés hosszú távon kihatott a vesztes országok iparára. A békeszerződés alapján megsemmisítették az egész repülőgépipart, és betiltottak minden nemű repülési kísérletet. Asbuth Oszkár, akinek légcsavargyára volt, újabb alkalmazási területeket kellett keressen a légcsavarjainak. Egyik lehetőség a vízi járműveknél való felhasználásuk volt. A Nemzetközi Duna Bizottság megbízásából 1921 őszén Asbuth egy hidroglisszőr részére 3 méter átmérőjű légcsavart készít, amivel a csónak 70 km óránkénti sebességgel szágult a Dunán. Ilyen hajókkal akartunk Budapest és Bécs között rendszeres járatokat létesíteni. Az utat alig 3 óra alatt lehetett megtenni, mégpedig a város közepétől a város közepéig, ami nagy előnyt jelentett a repülőgépekkel szemben. Nem is beszélve arról, hogy sokan szívesebben ültek vízi járműbe, mint repülőgépbe. A hajójárat ötletének megvalósítását újból a pénzhiány hiúsítja meg. De Asbuthnak további ötletei támadnak, és pedig a teherszállító hajókra gondol. Az ilyen légcsavar hajtotta hajóknak igen nagy előnyeik vannak a hajócsavarosokkal szemben. Például egészen kis belvizek, folyók, tavak, sőt hajózásra nem is tervezett öntöző és lecsapoló csatornák is azonnal hajózhatóvá válnak, mert nagyobb vízmélységre nincs szükség. Már 50 cm-es víz is hajózható. Önéletrajzi könyvében azt írja, hogy ennek az ötletnek a kivitelezését is a háború utáni általános gazdasági pangás akadályozta meg. De találmánya kudarcának más okai is voltak. Beigazolódott az, hogy a légcsavaros uszályoknak igazán komoly létjogosultságuk nincs, ugyanis az ilyen légcsavarhajtású vízi szerkezetek, tehát ha úgy veszük légcsavarhajtású motorcsónakok, azok gazdaságosan nem üzemeltethetők, kizárólag olyan sport vagy különleges alkalmazású helyzetekben alkalmasak, amikor mocsaras és egyéb módon más járművel nem igazán járható területeken lehet ezeket a szerkezeteket használni. Igazán határőrség és ilyen rendészeti célok használják, nagyon kivételes alkalmakkal, de mint említettem, ezeknek a járműveknek sem gazdaságos az üzemeltetésük, de arra célra akkor éppen megfelelnek. Asbuth tovább álmodozik egy szabadon repülő helikopterről. De a kollégái reménytelennek, értelmetlennek tartják a gondolatot. Az első világháború után, főleg a 20-as évek elején, újból fellendül Európa szerte a helikopterekkel való kísérletezés. A benzinmotorok megjelenése biztosította a megfelelő erős hajtóműveket, de ez nem történt meg Magyarországon, vagy a többi vesztes országban, mert ott
tiltva volt a repüléssel való kísérletezés. Elsősorban Franciaországban zajlottak a kísérletek. A repülőgépéről híres, erdélyi származású Román Traian Vujá is tervez egy helikoptert, amire amerikai szabadalmat kap. Meg is építi, és felszállási kísérleteket végez vele a Givissi repülőtéren. Amit a képen látunk, az egy utólag megépített modell, és a kis szurdoki Traian Vujá múzeumban látható. A 20-as évektől kezdve sokaknak sikerül helikopterrel felszállni Európában is, és a két Amerikában is. Az argentin származású Raúl Pateras Pescara francia mérnök autókkal és motorokkal foglalkozik, de a nagy háború után helikopterekkel is. 1921-ben sikerül a világon az első stabil, irányított repülése. Majd az 1924-es gépével sorra állítja fel a repülési világrekordokat. Egy másik francia úttörő, Étienne Michelin, legyőzi Párizsban Pescarát az irányíthatósági versenyen, és elnyeri a 90 ezer frankos nagy díjat. A spanyol Juan de la Sierra kombinálja a repülőgépet a helikopterrel. Több kísérlet után rájön, hogy a gép stabilitása hirtelen megnő, ha nem merev, hanem csuklós légcsavart használ. 1925-től de la Sierra sorra dönti meg a távolsági rekordokat. A csuklós légcsavar volt az az ötlet, ami átsegítette a helikoptereket a Kármán professzor által kimutatott akadályon, megadta a gépnek a stabilitását, és végül sikeressé tette a helikoptereket. Érdekes, hogy már jóval korábban, 1909-ben Magyar József és Barta Miksa Németországban szabadalmaztatta a csuklós propellert. Ezt az angol szaklapban is megemlítik egy vitacikkben a de la Sierra helikopterről, de sem magyarék, sem mások nem használták fel ezt a találmányt semmire. Itt tartott a világ, amikor a 20-as évek közepén Asbóth Oszkár is egy helikopter gyártását fontolgatja. Az ő közvetlen tapasztalata az 1917-ben Kármán Tódor tervezte PKZ helikopterekhez fűződik. Az a két légcsavar, amely az emelőerőt biztosítja ezeknél a kötött helikoptereknél, az abban a műhelyben készül, amelyben Asbóth Oszkár is tevékenykedik, és valószínűleg ekkor fogalmazódik meg Asbóth agyába az a gondolat, hogy ha ennek a helikopternek a rögzítő köteleit eltávolítjuk, és különböző felületeket illesztünk még a szerkezet mellé, akkor talán egy szabadon repülő helikopterként is alkalmazni lehetne ezt az elképzelést. 1928-ban Asbóth megtervezi helikopterét, de nem a saját négy rotoros változatát, amit annak idején szabadalmaztatott, hanem a PKZ féle helikoptert, amivel 1918-ban kísérleteztek. Asbóth támogatókat, befektetőket szerez, és 1928-ban Misura Mihály budapesti autó- és motorjavító üzemében megépítik az AH-1 gépet. Két koaxiális, egymás fölé helyezett és ellentétes irányban forgó, 4,5 méteres Asbóth-féle propellert szerelnek rá.
A gép stabilizálását, a helikopterek legfontosabb problémáját Asbot egy új ötlettel próbálta megoldani, a kormánylapátokkal, azaz deflektorokkal. Arra gondolt, hogy ha nagy kormánylapátokat helyez a propellerek által lefele hajtott levegő útjába, akkor azzal irányítani tudja a helikopter mozgását. szeptember 9. Kispest határában vagyunk, a Csíri telepen. Itt próbálják ki a gépet. Hosszú István vezeti az AH-1 helikoptert. A helikopter felemelkedett, és mintegy másfél méteres magasságban néhány percen keresztül lebegett. A gép erősen rázkódott. A rövid repülési idő alatt a hat kormánylapát hatékonyságát nem lehetett leellenőrizni. Valószínűleg emiatt az AH-1-et többször nem is próbálták ki. A gép ma már nincs meg, mert egy hangártűz során a lángokba veszett. Ugyancsak 1929. szeptemberében Juan de la Sierra a világon elsőként átrepüli a La Manche csatornát egy forgószárnyas géppel 18 perc alatt. Sierrát is úgy ünnepelték, mint 20 évvel korábban Louis Blériot, aki repülővel, vagy 140 évvel korábban Jean-Pierre Blanchardot, aki léggömbben repült át a La Manche csatornát. Asbot lemondta a következtetéseket az első repülési kísérletéből. Több példányt épített, ezek a példányok az egyébként túlságosan nagy különbséget nem mutatnak egymás között. Ugyanaz a hegesztett acélcső szerkezet, eltérés az, hogy két különböző motort használt, egy Rhône és egy Clergé motort, egyetlen egy forgó motort mind a két konstrukcióban. Azért kellett őket váltogatni, cserélgetni, mert ugye sérültek a berepülési programok során, meg a motort is ki kellett cserélni, tehát az Asbot 1-est és a 4-est összehasonlítjuk, igazán minimális különbség van a szerkezetük között, szinte ugyanazon az elven készülnek és működnek. Asbot elmondásai szerint az AH-3-as már 30 percig is lebegett egy helyben, de egy széllökés következtében a talajnak ütközött és súlyosan megrongálódott. Miközben Európában és Amerikában a helikopterek már 120 km/h sebességgel száguldanak, 1930. februárjában Asbot elkészíti az AH sorozat utolsó tagját, az AH-4-et. Ennek a modellnek volt a legnagyobb sikere. 95 alkalommal szálltak fel vele, összesen 3 óra 43 percet repültek. A 30-as évek közepén elérte a 30 méter magasságot, és 3 kilométert tett meg 19 km/h sebességgel. Az AH-4-esnek a fényképe szerepel a könyvének a borítóján is. De ha összevetjük ezt a képet az eredeti fényképpel, két fontos különbséget találunk. Egyik az, hogy a borítón a helikopter magasabban van, mint a fényképen. A másik pedig az, hogy hiányzanak a borítón levő képen a helikopter stabilizálását szolgáló kötelek, pedig ezekre
feltétlenül szükség volt. Egy kúpkerekes közlőművel oldotta meg a koaxiális egymás fölött alatt elhelyezett merev bekötésű légcsavarok forgatását. Ez a merev bekötés, ugye, mint ahogy Kármán Tudor bebizonyította, ez sajnos eleve konstrukciójából fakadóan egy instabil repülésű helikoptert eredményez. Abban a pillanatban, mihelyt a legkisebb zavarás sem jelenik meg, ugye akkor repülhet csak viszonylag zavartalanul ez a fajta szerkezet. Tehát az aerodinamika törvényei miatt nem lehet stabil a merev propelleres helikopter. Akkor hogyan tudott egyáltalán felszállni és percekig lebegni Asbóth Oszkár helikoptere? Az, hogy Asbóth helikoptere mégis a kísérleti felszállások során egyáltalán repülőképes volt, azt a leár a két légcsavar által mozgásba kényszerített levegőnek a talajjal érintkező úgynevezett párna hatása biztosította a stabilizálást egy viszonylag kisebb magasságtartományig. Ez egyébként minden helikopternél a mai napig egy jelentkező hatás, és a leszállásnál ki is használják a helikoptervezetői. Másrészt pedig a modellen ugyan nem látszik, de mind a szerző által közreadott felvételeken, fényképfelvételeken, mind a itt is látható hátsó fényképen látható az, hogy a helikopter repülésénél mindig jelenlévő segítők ilyen fura módon tartják a kezüket, és ez a kéztartásnak a magyarázata az, hogy a helikopter törzsére köteleket erősítettek, és ezekkel a kötelekkel stabilizálták repülés közben a helikoptert a segítők. Ezeket a stabilizáló köteleket kiretusálták a felvételekről, tehát maguk a zsinórok kötelek nem látszanak, viszont a segítőknek a kéztartása az megmarad, és ezt a konstruktőr azzal magyarázta, hogy mutatják helikoptert, hogy íme így repül a helikopter, de mi tudjuk, hogy ezzel a stabilizáló köteleket tüntették el. Pedig a stabilitás problémáját a spanyol Juan de la Sierva már 1923-ban megoldotta. Éppen azzal a megoldással, amit Madzsar József és Barta Miksa 1909-ben szabadalmaztatott. Asbóth elkezdte a kísérleteit az 1920-as évek végén, az első helikopteres felszállása 1928, és még hosszú hónapokat, egy pár évet helyesebben, 1933-ig egészen pontosan Magyarországon próbál érvényesülni és támogatókat szerezni. Hát ez az ő életének ugye a fő tevékenység, hogy támogatókat szerezni, mecénásokat. Végül is egyébként az ő támogatói pénzük biztosítja Asbóthnak és családjának a megélhetését. Ezekre a szerkezetekre is természetesen jut ugye a pénzből, de mint említettük, ezek a szerkezetek aztán akárhány példányban épülnek meg, nem igazán igénylik azt a nagy befektetést, amelyeket a támogatóktól végül is kicsikart. Asbóth mással próbálkozik. Asbóth ugye a légcsavart megpróbálja mindenféle más járművön is alkalmazni, nem csak a kísérleti helikopterein, légcsavaros csónakot, uszályt és légcsavaros autót is előállít. Asbóth már régóta foglalkozott autókkal is, újságcikkeket írt, sőt, újításai is voltak ezen a téren, így teljesen természetes, hogy ezeknél is hasznosítani akarja a propellerjeit. De a próbálkozásnak tragikus vége lett. Egy rosszul méretezett bekötés miatt a forgó légcsavar működtető csillagmotor lefejezi a bennülő két szemét, és a halálos, ugye gondatlanságból okozott halálos baleset vétsége miatt két év letöltendő büntetésre ítélik Asbóth Oszkárt. Neki viszont sikerül elérnie, hogy ezzel a büntetéssel a háta mögött, vagy a feje fölött lebegő büntetéssel mégis kap útlevelet és elhagyhatja Magyarországot. Asbóthnak egy másik nyomós oka is volt arra, hogy elhagyja Magyarországot. 1931-ben Endres György és Bittai Gyula egy éjszaka alatt átrepülték az Atlanti-óceánt repülőgéppel. Ezzel akarták felhívni a világ figyelmét a Magyarországot ért trianoni igazságtalanságra. A végén elfogyott az üzemanyaguk, és Bicskén a kényszer leszálláskor
az igazságot Magyarországnak repülőgép propellerje megsérült. A megjavított propellerrel 1932-ben a repülőgép Róma mellett lezuhant, a két hős pilóta életét vesztette. 1932-ben igazságtalanul vádolja meg a Justice for Hungary emlékcsavarjának a javítóit, a Budapesti Műszaki Egyetem műhelyének a dolgozóit, és Asbóth azt állítja, hogy ez a szakszerűtlenül végzett légcsavarjavításnak a következménye. Szakértő vélemény állítja azt, hogy Asbóth igazságtalanul vádolta meg a műegyetemnek a szakembereit. Asbóth összecsomagolja dokumentumait, és 1933. augusztus 31-én elhagyja Magyarországot. Ekkor indul Németország felé, és mind Németországban, mind Franciaországban, Hollandiában, Angliában próbálja az akkor már ugye érezhetően háború felé sodródó országokban a helikopterét értékesíteni, eladni, és mindenhol addig a szintig eljut, hogy fogadják, tárgyalnak vele kezdeti időszakban, ígéretet tesz, bizonyos műszaki paramétereket megfogalmaz, hogy milyen kapacitású, teljesítményű helikoptert fog ő előállítani, hogy támogatják a munkáját, de helytől függően néhol egy pár hét, mással egy pár hónap követően kiderül, hogy ezeket a teljesítményeket még meg sem tudja közelíteni az ő által a tervezett, épített, vagy építendő helikopter, és végül is mindenhol utat, ajtót mutatnak neki, de addig is általában biztosítják az ott tartózkodásának a költségeit, étkezését, szállodaszámláját, tehát hosszú éveken keresztül így házal és biztosítja a megélhetését a saját számára. Jó üzleti érzéke és nyelvtudása segítik ki ezekben az években, amelyekről igen keveset tudunk. Amiről tudunk, az az, hogy az angol kormánnyal szerződést írt alá helikoptereinek gyártására. Végül ez az üzlete mégsem jött össze, ugyanis a helikoptereinek gyártási jogát átvette egy másik cég, a Blackburn Aircraft. A II. Világháború elején véget ér a külföldi kalandozása. 1941-ben visszatér Magyarországra. Itt már nem kísérletezik helikopterekkel. Végül is nem egészen tisztázott az, hogy ezekben az években miből él meg ő és a családja, hiszen ekkor már ugye felesége, gyermekei vannak, fia és lánygyermeke egyébként. És a világháborút követően pedig ugye minden eddigi tevékenysége feledésbe merült. Nem kérik tőle számon se a le nem töltött 2 éves büntetést, sem a jogtalan vádat, amit a légcsavarjavítók ellen emelt, sőt, dicsőítik a tudományos tevékenységét. Az ő tevékenységét úgy honorálják, hogy többek között az újításokat kivitelező vállalat alkalmazza, és ennél az intézetnél dolgozik, ténykedik. Tulajdonképpen az 50-es években a szocialista rendszerben érkezik el Asbóth aranykora. A kommunista állami vezetés kiemelkedő személyiségé emeli az elmúlt rendszerben mellőzött és meghurcolt, nyugatról hazatért feltalálót. Több hivatalos állami elismerésben részesítik. Asbóth kísérleteinek úttörő szerepét és jelentőségét nemzetközi szinten is elismerik. 1954-ben a Fédération Aéronautique Internationale kitünteti a Paul Tissandier diplomával. 1956-ban állami támogatást nyer, és kiadja az Első helikopter című önéletrajzi könyvét, amelyben összegzi
munkásságát. A mű előszavában dr. Varga József akadémikus többek között a következőket írja. Egy nagy magyar feltalálónk írja meg benne küzdelmeit, lankadatlan harcait, a nem törődömség, a rossz akarat, és nem utolsó sorban az ostobaság ellen, amíg végül is győzedelmeskedik. Büszkék lehetünk arra, hogy Asbóth Oszkár élete első szakaszának harcai győzelmesek voltak, és így a helikopter találmány magyar ember nevéhez fűződik. Asbóth Oszkár helikopter kísérleteit, ezeknek eredményeit is, főként ebből a fényképekkel illusztrált könyvből ismerhetjük meg. Ez a könyv és önmenedzselési képessége tette a későbbiek során híressé a nevét. Így született meg az Asbóth mítosz, miszerint ő találta volna fel a helikoptert. Azok az eredmények, amelyeket ő publikál az ő általa írt könyvben, azok soha mások által nem bizonyított adatokon, adatsorokon alapulnak, mindig csak az ő állításai szerepelnek, hogy milyen időtartamban és milyen magasságban repültek ezek helikopterek. Erre a könyvre alapoz a legtöbb életrajz írója is. Asbóth Oszkár a Kossuth díj átvételét már nem élhette meg, mert 1960. február 27-én 68 évesen elhunyt Budapesten. Örök nyugalomra a Farkasréti temetőbe helyezték. A magyar Asbóth Oszkár szerepét a helikopter kifejlesztésében vitatják. Egyesek szerint Kármán Tódor munkásságát sajátította ki, a PKZ helikoptert, amelyen ő is dolgozott annak idején. Asbóth gépével párhuzamosan már léteztek működőképes, csuklós illesztésű helikopterek. Még a földről való felemelkedésben sem volt úttörő, és a kisebb-nagyobb távú repülésekben sem volt a legelsők között. Ezek a repülések, ezek már semmiféleképpen nem jelentenek újdonságot, ugyanis, mint ahogy egyébként érdekes módon az ő könyvében is szerepel ez az adat, már jóval előtte, tehát 1928 előtt, 21 évvel, 1907-ben Paul Cornu helikoptere, ami valóban helikopternek nevezhető, az már felszáll, és sikeresen lebeg, és később sok más konstrukció jóval sikeresebben repül, és stabilabban kormányozható, mint az ő szerkezetei. És semmi másnak nem tekinthetők az Asbóth-féle helikopterek, mint a Petróci Kármán Zurovec stabilizáló kötél nélküli kötött helikopter változata, vagy még inkább a Berliner-féle kísérleti helikopter, amely szintén Asbóth repülésé előtt egy jó pár évvel keletkezett, mondhatni Szolgai lemásolt változata. Asbóth munkásságából semmit sem alkalmaznak ma már a repülés technikában. Repülőgép stabilizátora már akkor elavulttá vált, propellerei már akkor túl haladottak voltak, a helikoptert stabilizáló lapok is zsákutcának bizonyultak, és ma már csak technikatörténeti érdekességek. Mindezek miatt Asbóth Oszkárt nem nevezhetjük a helikopter feltalálójának. De Asbóth ott volt a repülés úttörői között, sikerült felemelkednie a levegőbe gépével, fáradhatatlan akaraterejével, kitartásával, egy olyan célért harcolt, amiben kevesen hittek a kortársai közül is. A repülésért.